Lobozatokért felhasznált növények esetében a Quercus cellisnél, a csertölnél jellemzői, hogy bőrnemű sötétzöld kariós levelei vannak, sokáig a fán marad, éppen azért ősz végén, tél folyamán nagyon sokan szeretik ezért a csertölgyet, akár kertekbe, akár ilyen tájképű részletekbe, mert fölmarad sokáig való level, ami természetesen addig már bevarnul. Magtermését sallangos kupacs levél fedi, kérdés terméssel mérgező anyagot tartalmaz, szaporítása magvetéssel, erdészeti csemetekertekből lehet beszerezni ilyen 50 vagy 100 darabos kötegekben a csertölgyet. Hát erdészeti telepítése, kertekben ritkában szoktunk ilyet vásárolni, de például, hogy virágoltok elé, nyugodtan a több helyen látni, hogy beteszik mondjuk egy ilyen kis etikettel, betesznek, vagy a magvetéssel, már eltáltott cserék tulajdonképpen megvan, ezt eladják, és akkor otthon ki tud kelni ez a Quercus cellis, ez a csertölgy. Napos meleg helyeket kedvelik, közepes vízigényű. A felhasználását tekintve leveles hajtásai jól mutatnak nyári őszi koszorúban, tehát ez virágkötészeti vonatkozása, és parkunkba szoliterként ültetjük. Hát természetesen, mivel tölgyről van szó, viszonylag lassan nő, ezért egy nagyobb példány, az természetesen azért arányaiban nézve picikét többbe kerül, mint mondjuk egy fűszfog, egy írfa, hiszen ami lassabban nő, bár a szaporítása viszonylag egyszerű, de hogy ami lassabban nő, lassabban fejlődik, az természetesen több időt tölt el a díszfőiskolai táblába, éppen ezért több költség lakodik rá, éppen ezért egy picikét arányait tekintve drágább.